Augusztus közepén egy útfelújítási munka közben vette észre Fehér Zoltán, a Magyar Közút ZRT munkatársa, hogy egy kis sünikölyök beleragadt a friss bitumenbe. Nem volt egyszerű az apró állatát sérülés nélkül kimenteni a ragadós anyagból, de sikerült, és a süni a legjobb kezekbe, a Sóstó Vadvédelmi Központ állatorvosához, Flesh Mártonhoz került. Kátrányka meggyógyult, így vasárnap reggel az állatvédők és a süni megtalálója útjára engedte őt. Számunkra is nagy öröm, mert amikor beérkezett hozzánk ide a Sóstó Vadmentő Központba, akkor bizony az egész egyetlen egy ilyen kátrány gömbnek látszott, és meg se tudott mozdulni, mert azt hittük, hogy elpusztult ez a kicsi sün. Aztán egyszer csak életjelet mutatott magáról, és akkor úgy gondoltuk, hogy még van remény. Aztán viszont több órás munka következett, hogy lefejtsük róla hozzáragadt kátrány darabokat. Kátrányka visszatérhetett otthonául szolgáló erdőbe, immár Cserpakovics András polgármester jelenlétében, aki polgármesteri elismerő emlékérmet adott át a Sóstói Vadvédelmi Központnak a megalapítás óta eltelt 3 évben végzett munkájukért. Több mint 4400 állatot mentettek már itt, több mint 100 fajhoz tartoznak ezek az állatok, tehát önmagában mutatja a tevékenységnek a sokszínűségét, és aztán most a nyár végén pedig volt egy nagyon nehéz néhány nap, amiben több mint 1800 fecskét hoztak ide be a központba, és ebből közel 500-at sikerült is megmenteni a szakembereknek. Úgy éreztem, hogy egy városi kitüntetéssel, egy polgármesteri elismerő emlékéremmel szeretnénk kifejezetten ezt a munkát megköszönni az itt dolgozóknak. Csete Gábor, a központ vezetője, a csapat nevében köszönte meg az elismerést, és elmondta, az elmúlt 3 évben sikerült kiépíteniük a nemzeti parkokkal, a természetvédő egyesületekkel egy működő kapcsolatrendszert, emellett ismeretterjesztő környezetnevelési programjaik a látogatók minden korosztálya körében népszerűek. Nagyon örültem neki, mert tényleg mi azért dolgozunk itt 2022 óta, hogy a Sóstó részeken gyakorlatilag kiegészítjük azt az ökoturisztikai és természetvédelmi tevékenységet, ami itt zajlik már hosszú évek óta. Én azt gondolom, hogy mikor megálmodtuk ezt a központot és ennek a funkcióját, ennek az üzenetét, akkor tényleg az volt a cél, hogy egy régiós színvonalú központot létesítsünk. Most már azért a 3 év után tényleg azt látom, hogy ez inkább tényleg országos hírű központ lett. A bensőséges hangulatú találkozó megerősítette, a Sóstó természetvédelmi terület kialakítása és működtetése példa arra, miként lehet megőrizni értékeinket.